máj egy igen fontos szerv, központi szerepet tölt be számos élettani folyamatban, mint például a szénhidrát, vagyis a cukor anyagcserében, aminósav és ammónia anyagcserében, a fehérje szintézisben és lebontásban, a véralvadáshoz szükséges faktorok is itt képződnek. Ugye, ha már említjük, akkor a méregtelenítést is ki kell hangsúlyozni, itt van a hormon anyagcsere, illetve a zsír anyagcsere. Aztán a májhoz szintén járulékos dologként hozzátartozik az epe, és a máj szerepe az epe képzése és kiválasztása révén jelentős feladattal bír a szervezet fenntartásában. Aztán a hasnyálmirigyről is kellene beszélni egy pár szót, hiszen erről sem tudunk szinte semmit, tudjuk, hogy fontos szerv a testünknek. Mindenki a hasnyálmirigy programokat hallva nagyon megijed, és az ilyen nagyon veszélyes és halálközeli állapotnak nevezik. Hogyan működik a máj, az epe és a hasnyálmirigy? Egyáltalán melyek lehetnek az értelmes biológiai különprogramjaik? Milyen konfliktusok alakulnak ki az emberben ahhoz, hogy a máj, az epe és a hasnyálmirigy érintve legyen? Milyennek a lefolyása egyáltalán? Hogyan tudunk ezeken a betegségeken túllépni? Erre és nagyon sok minden másra más kérdésre választ fog adni nekünk. Ma este is az előadó dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász, gyermekgyógytudományterapeuta. Fogadják szeretettel. Köszönöm szépen Rékának a bevezető gondolatokat, és igen, komoly témáról van szó, mert nem húzhatunk éles határvonalat az egyes kórképek, vagyis diagnózisok között. Nagyon gyakran a májnak a gyulladásos folyamatával ide indul egy májbetegség, és aztán abból lesz a májzsugor, ugye a cirrózis, de lehet belőle májdaganat, és aztán mindenféle lefutás és végjáték szóba jöhet. Az, hogy a májnak a germán gyógytudomány szerinti biológiai programjait megértsük, hát azért először is néhány alapszabályt vagy alap törvényt kell tisztáznunk, főleg azok számára, akik mondjuk először ezt az előadást fogják megnézni, anélkül, hogy az öt biológiai természettörvényről valamit is tudnának. Tehát azoknak sem már néhány gondolatot átismételni, akik erről már tudnak természetesen. És akkor igen röviden a germán gyógytudományról néhány szót. Ugye a germán gyógytudomány atya dr. Rike Gerd Hamer, aki egy fantasztikus tudású orvos volt, mellesleg teológus és fizikus is, és az ő tragédiája vezette el, személyes tragédiája vezette el oda, hogy ezt az öt biológiai természettörvényt felfedezte. Ugye többször elmondtuk, hogy a fiának a halála volt az a folyamat, ami elindította benne azt, hogy egy here szövetszaporulat indult el a szervezetében, lett egy magyarán egy heredaganata, és akkor arra gondolt Hamer doktor, hogy kapcsolat kell legyen a fia halála és az ő heredaganata között. Nos, ez a gondolat indította el a kutatásait, és rájött arra, hogy minden heredaganatos vagy petefészek rákos betegnél egy veszteség konfliktus volt, az a lelki megrázkódtatás, amit előtte az illető átélt. A lényege a felfedezésének az első törvény, ugye a rákvas törvénye nevet viseli, és ennek a törvénynek vannak bizonyos kritériumai, amit hát Hamer doktor ugye DHS kritériumoknak nevez. A DHS kritérium az Dirkheimer szindrómát jelentve, amit a fiáról, Dirkheimerről nevezett el, vagyis leírja azokat a feltételeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a biológiánkban beinduljon egy értelmes biológiai különprogram. Nos, a lényeg arról szólna, hogy mindig egy nagyon súlyos érzelmi konfliktus az, ami elindít bennünk egy biológiai programot,
és ez az érzelmileg megélt váratlan esemény, ami nagyon súlyosan megrázott minket, ez fogja elindítani a biológiai programot, ha benne maradunk a konfliktusban. Tehát az a lelki megrázkódtatás, amit váratlanul, meglepetésszerűen élünk meg, egy nagyon súlyos történetről van szó, magányosan éljük át, és benne ragadunk a konfliktusban, az agyunk közvetítésével fog szervi szintű elváltozásokat elindítani. És a konfliktus pillanatában kialakulnak azok a bizonyos sínek, vagyis rögzülnek a körülmények, amelyek között mi megéltük ezt a váratlan eseményt, és ezután a konfliktus nélkül is el tud indulni az értelmes biológiai különprogram. Ez a krónikus betegségek kialakulásának a lényege. Ha tehát érzelmileg feloldjuk azt a bizonyos történetet, ami váratlan eseményként ért minket, akkor a szervi elváltozás is el fog tűnni a szervezetünkből, vagyis a biológiánk visszacsinálja mindazt, amit kezdetben a túlélésért megtett. Mondhatnám azt is, hogy amit lelkileg nem tudtunk megoldani, azt szervi szinten a biológiánk igyekszik megoldani, úgy mondjam, úgy a maga módján. Az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Soha nem az számít, hogy mi történt valójában, hanem csak az az egy dolog számít, hogy ki mit élt át azzal a megéléssel kapcsolatban. Ugyanaz a történet mindenki másban más-más biológiai programot indíthat el. A második biológiai természettörvény rámutat arra, hogy minden értelmes biológiai különprogram két részben, két fázisban zajlik le, van egy konfliktus aktív és egy megoldási szakasz. Itt a vízszintes tengelyen az időtengelyt látjuk, és az időtengelynek az első függőleges vonalán rajta látjuk a DHS-t, vagyis ez az a pillanat, ami kiüti a biológiát az addig normális hát működéséből, ugye nappal a szimpatikus, éjszaka a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlyát érzi mindenki, aki szépen nyugodtan él. De megtörténik egy váratlan esemény, és erre beindul a biológiánkban a túlélő program, hogy így egész egyszerűen fejezem ki, amit Rikke Gerdhammer értelmes biológiai különprogramnak nevezett. Ez a kék színnel jelzett terület a konfliktusnak a halmazát jelzi, az idő, tehát hogy mennyi ideig tart, és a konfliktus ereje, intenzitása fogja megadni azt a konfliktus tömeget, amit aztán meg kell oldanunk, amikor eljutottunk a megoldáshoz. A konfliktus mindig azt jelenti, hogy egy érzelmileg megélt történet, amiben benne ragadtam, ugye? És ameddig valaki valamilyen félelem által nem tud megnyugodni, addig izgulni fog, ugye? Mondhatnám, hogy stresszben van, izzad a keze, izzad a lába, hideg a keze, hideg a lába, és gyorsabban ver a szíve, szaporába légzése, emelkedik a vérnyomása. Nem lesz étvágya, nem nagyon fog enni emiatt. Ugyanakkor, ha elalszik, fölébred, nem tud nyugodtan aludni. Ezek a legáltalánosabb tünetek. Persze, természetesen konfliktusonként ez még egyéb kiegészítéseket is kap. A KM itten a konfliktus megoldását jelöli, ami azt jelenti, legjobb esetben, hogy érzelmileg megoldottam a programjaimat, mondjuk ma este is lezárom úgy a napomat, hogy nem haragszom sem magamra, sem másra, és akkor garantáltan nem fog kialakulni egy krónikus betegség. De ha nem oldottam fel a programomat, és teszem azt egy hétig, egy hónapig benne vagyok egy adott feszültségben, aztán valami történik, és mással kezdek el foglalkozni, nyilvánvaló, hogy akkor ez a program magától átcsap a megoldásba, hiszen a biológiám mindig a pillanatban él, és arra reagál a
amit éppen meg kell oldania, ugye mindig az üs vagy fuss törvényét kell teljesíteni a túlélés érdekében. A megoldási szakasznak két része van, illetve három, amint látjuk, két piros és középen egy kék szakasz. Az első piros színnel jelzett szakaszt az exudatív fázisnak nevezzük, azért exudatív fázis, mert folyadék áramlik be abba a szervbe, abba a szöveti részbe, ahol éppen a megoldás zajlik, illetve ne feledjük, mivel lélek, agy, szerv szintjén zajlik minden, ilyenkor nem csak a szöveti szinten, szervi szinten, hanem az agyi központba is folyadék, gyülem alakul ki. Ez persze fokozódó fejfájást okoz majd a páciensnek. A gyulladásos tüneteket mindenki érzi, tapasztalta már, ugye a duzzanatot, a fájdalmat, a vörösséget, hogyha látható, és a működésnek a csökkenését, és természetesen meleg minden gyulladt terület. Ilyenkor a betegnek a hideg keze és a hideg lába meleg lesz. A folyadék beáramlásnak véget vet az epileptoid krízis, vagyis az történik, hogy ilyenkor a víz kipréselődik mind szervi szinten, mind az agyi központból, tehát megszűnik a fejfájás, és sok vizeletet fogunk üríteni. Természetesen még rengeteg más is látható lesz ebben a helyzetben. A programnak megfelelően mindig mást és mást fogunk tapasztalni. Például, ha valakinek a maga a konfliktus egy mozgással kapcsolatos története volt, akkor természetes, hogy itt az epileptoid krízisben epilepsziás görcsrohamot fogunk tapasztalni. Tehát megszűnt a fejfájás, kipréseltük a vizet, és jön a második meleg szakasz, azért van piros színnel ábrázolva, amit hegesedési fázisnak nevezünk, hiszen a szövetek ekkor kerülnek, mondjam úgy, hogy regenerálódásra, hegesedésre, és ez a történet azzal jár, hogy nagyon, de nagyon fáradékonyak, extrém fáradtságot fogunk észlelni, és természetesen az étvágyunk már megjavul. Ezt egyszerűen csak ki kell feküdni ezt az állapotot, és eljutunk a teljes gyógyuláshoz. Tehát két szakaszról van szó, ha egyáltalán megoldásig eljut. A történet egy konfliktus aktív szakaszról van szó, és egy megoldási szakaszról. Ez volt tehát a második biológiai természet törvénye dr. Rikke Gerdhámernek. A harmadik biológiai természet törvényben Hámer doktor a tudományos alapokat tesz a biológia működésének megértéséhez. Ez pedig pontosan az embriológia, vagyis az egyetfejlődés. Mindannyian tanultuk, vizsgáztunk belőle, és tudjuk, hogy minden szervünk, szövetünk három csiralemezből alakul ki. De egy élő emberi testet, vagy bármilyen állatnak a testét vizsgáljuk, az ugye sejtekből van felépítve, ami természetesen működik, és a túlélés érdekében vagy szaporítjuk a sejteket, vagy sorvasztjuk a sejteket, vagy pedig működést fogunk módosítani. Ez a három dolog történik meg minden esetben, akármilyen folyamatot vizsgálunk a szervezetünkbe. Nyilvánvaló, ha a konfliktus aktív fázisban sejteket szaporítottunk, akkor a megoldási szakaszban a felesleges sejteket le kell bontani, mert a biológiánk egyetlen egy sejtet sem tart el feleslegesen. Ugyanakkor, hogyha a konfliktus aktív fázisban sejteket sorvasztottunk, természetesen a megoldási fázis arról kell szóljon, hogy a lesorvasztott sejteket vissza fogjuk építeni, a fekélyek föl fognak telődni. Pedig működést változtattunk, akkor a működés helyre fog állni a megoldási szakaszban. A krónikus betegségeknek az okai
Pontosan abból adódnak, hogy a konfliktus nincs feloldva. Itt látjuk az első ábrán, hogy ha nem jutunk el a megoldásig, akkor túlzott daganatképződés lesz, vagy túlzott szövethiány lesz, ugye? Mert vagy sejtet építek, vagy sejtet bontok. Ha policiklikus a lefolyás, akkor azt jelenti, hogy visszatérő gyulladások fognak föllépni. Ezek lesznek a recidiváló folyamatok, olyan krónikus betegségek, amelyeknek vannak, amint látjuk itten, tünetmentes időszakaik, aztán újra sínre kerül a program, és újra jönnek a gyulladásos tünetek. De azért zajlik újra meg újra, mert ugye magát, a konfliktust nem oldottuk meg. Aztán a harmadik képen azt a betegség lefolyást látjuk, amikor is függő gyógyulásról beszélünk, a megoldási szakasz során újra meg újra konfliktus aktív fázisok szakítják meg a gyógyulást. Ezért nevezte Hámer doktor ezt függő gyógyulásnak. Természetesen ennek az lesz a következménye, hogy egy folyamatos gyulladásos időszakot él meg valaki, azt hiszi, hogy ennek a fájdalomnak soha nem lesz vége. Persze ez hatalmas tévhit. Ezen a képen Hámer doktor nagyon szemléletesen közli, hogy a három csiralemezből hogyan alakul ki minden szervünk és szövetünk. Láthatjuk itten a képnek a bal oldalán a sárga, a narancs és a piros színnel jelzett csiralemezeknek a keresztmetszeti képét. Ha elképzeljük, hogy itt alul ez a sárga lemez két vége behúzódik, tehát összeér a két vége, akkor nyilván létrejön egy cső belőle, és ezt a csövet látjuk itt ábrázolva a szájnyilástól a végbélnyilásig. Ugye tudjuk, hogy a táplálékkal foglalkozik ez a tápcsatorna, és amint látjuk, itt az az idegi központ, ami irányítja, ez az agytörzs. Na most az agytörzs tehát a falat konfliktusokkal foglalkozik, de nem csak a táplálék falat az egyetlen falat, amire szükségünk van a túlélés érdekében, hanem ha jól belegondolunk, akkor a túléléshez kell mindenkinek még víz, levegő, fény és hang. Tehát ezeket a falatokat idézőjelben, ezeket is az agytörzs fogja számunkra megoldani az adott szerveken, mindig először a sejtek szaporításával, és természetes, hogy megoldási szakaszban, gyulladásos tünetek közepette a feleslegessé vált sejteket lebontjuk. A középső csiralemez, hivatalosan mezoderma, ugye, azokat a sejtjeinket fogják képezni, amelyek az endodermális tápcsatorna, mondjam így, és a kültakaró között foglal helyet. Ugye középen van, középső csiralemez, mezoderma. Itt két idegi központot is találunk, mégpedig a kisagyat, és fölötte látjuk ezt a kifliszerű metszeti, narancssárga metszeti képet, ez a fehér állomány, ahol szintén idegi központokat találunk. Nos, a kisagy a szervezetünk számára megoldja a támadással, bemocskoltsággal járó konfliktusokat, szintén úgy, hogy először szövetet szaporít, konfliktus aktív fázisban, majd gyulladásos tünetek közepette lebontjuk a megoldásban, tehát ez ugyanúgy működik még, mint a belső csiralemez, ből származó sejtek programja. Mi az, hogy támadás, és mi oldja meg a támadás és bemocskoltsági tüneteket számunkra? Ezt a szövetet úgy hívjuk, hogy irha. Az irhában vannak még járulékos mirigyek, verejtékmirigy, fagyumirigy, ezt mindenki tudja, tehát az irhának, a fagyumirigynek, verejtékmirigynek a változásai, gyulladásai, hogy így mondjam, ezek mind támadással, bemocskoltsággal járó konfliktusok következményei, de ide tartozik a hashártya,
a mellhártya és a szívburok programja is. Az IRHA-nak a programja szerint működik a mellnek a tejtermelő mirigyállománya is, mert hála Istennek ezek a mirigyek nem verejtéket, hanem anyatejet termelnek, de hát ide tartozik embriológiailag kiságy irányítás alá, mert ugye az IRHA-nak része fejlődés történetileg. És ezért van az, hogy amikor valaki túlzásba viszi az aggódást, akkor megfelelő oldalon, az adott oldalon a mell mirigyállománya túl fog szaporodni. Tehát túlzásba vitt aggódás túlszaporodást okoz a mellben. A kezesség kérdése innentől érvényes, tehát a jobb kezesség és a bal kezesség meghatározza mindig, pontosan megmutatja, hogy a kivel kapcsolatos a mi konfliktusunk, tehát van anya-gyermek oldal, és a másik pedig a partner oldal. Lásd, öt biológiai természettörvényről szóló előadás. Az előbb is megemlített fehér állomány magok, relék, a mozgással kapcsolatos szöveteinket irányítják, tehát csontszövet, ízületek és sinak, izmok, izmokat ellátó erek, osztógyűjtő nyirokér, valamint zsírszövet és kötőszövet az, ami ide tartozik. Itt viszont konfliktus aktív szakaszban mindig először bontunk, és utána megoldásban építünk, mert itt a konfliktus tartalom az önleértékelés. És ugye önleértékelés az önpusztítást jelent, nyilvánvaló, hogy akkor szövetpusztítással indul a konfliktus következménye, a konfliktus aktív fázis, és a megoldásban a visszaépítés gyulladással, fájdalommal jár. Mindenki tudja, akinek fájt már valamilyen ízülete, vagy fájt a dereka. Ez mindig a megoldásra jellemző. Tehát ha mozgásszervi szöveteknél, rendszernél fájdalmat észlelünk, az mindig a gyógyulási fázisra utal. Ha nem akar elmúlni, akkor mit jelent? Elakadt a gyógyulás folyamata. Miért? Mert a konfliktus nincsen tisztázva. A külső csiralemez sejtjeit, az a ektoderma sejtjeit, az agykéreg irányítja, és hát a legkomplexebb feladatot ez tölti be. Itt a piros baba az elválasztási konfliktusra utal, vagyis azokat az érzéseinket, amit a bőrünkkel fogunk fel, hogy szeretném érezni, vagy nagyon nem szeretném érezni, megérinteni, tapintani, ezek az érzések az agykérgi központba érkeznek, és természetesen itt is először sejtszintű sorvadás indul, majd a megoldásban jön a sejteknek a visszaépítése. Az elválasztási konfliktuson kívül a birtok konfliktusok is ide tartoznak, most nem részletezem ezeket, viszont a jövőből érkező félelem a homlok lebenynek a központjaiba fog becsapódni, a múltból érkező félelem pedig a nyakszirti lebeny központjaiba, vagyis a látóközpontba fog becsapódni. Ne feledjük azt sem, hogy az akaratlagos mozgás is innen az agykéregből indul a mozgató központból, hiszen az izmoknak kettős beidegzése van. Magát a mozgatást az agykéreg indítja el, de az izmoknak a sorvadását, visszaépítését a fehér állomány központja fogja elindítani. A negyedik biológiai természet törvény tisztázza számunkra, hogy a bennünk lakó gombák, baktériumok és vírusok, ezek mind a mi barátaink, a mi mondjam úgy, hogy mikrosebészeink, ők segítenek nekünk adott esetben lebontani a felesleges sejteket, ugye az erdőben is a felesleges kidőlt fákat a gombák bontják le, illetve segítenek visszaépíteni a baktériumok és a vírusok adott helyen és csak meghatározott helyen segítenek visszaépíteni a lebontott sejteket. Természetes, hogyha májról lévén szó hepatitis vírusokat mutat ki a laboratórium, az azt jelenti, hogy elakadt gyógyulásról van szó, nem oldottuk meg
az EPE kivezető rendszer nyálkahártyájának a programját, és ez az elakadt gyógyulás természetes a vírusoknak a felszaporodásával jár, épp úgy, mint az elakadt gyógyulás a gombáknak a túlszaporodásával jár, lásd például fehérfolyás a hölgyeknél. Tehát nem véletlenszerűen és nem Isten csapásaként alakulnak ki ezek a helyzetek. Kiemelném még egyszer, hogy a szervezetünkben, a velünk együtt szimbiózisban élő gombákról, baktériumokról és vírusokról van szó, és nem a biológiai fegyverekről. Az ötödik biológiai természet törvény pedig felteszi a koronát Harmer doktor munkásságára, hisz tisztázza egyszer és mindenkorra, hogy a germán gyógytudomány felismerései óta jöhettünk rá arra, hogy az anyatermészet mindig jót akar nekünk, és mindig mindent szépen elrendezett. Vagyis a germán gyógytudomány rámutatta arra, hogy az úgynevezett betegségek, látjuk itten idézőjelben, az egy értelmes biológiai program. És mi lehet az értelme minden bennünk zajló biológiai programnak? Hát a túlélés és a faj fenntartása ezen belül. Minden élőlény a környezetünkben ezért küzd, legyen szó növényről, állatról, mindenki túlélni és a fajt fenntartani szeretné. És úgy gondolom, hogy megegyezhetünk, hogy ez a folyamat nem rossz indulatú, nem ismeretlen, és nem gyógyíthatatlan. Ha ismerjük a kiváltó okokat, akkor meg fogjuk tudni oldani azokat. Tehát a germán gyógytudomány alapa megértéshez rámutat arra, hogy a betegségek nem azoktól a tényezőktől függnek, amelyek alapján a mai akadémikus orvoslás vizsgálja a betegségeket. Ugye mindenféle, tényezőt figyelemben veszünk, az illetőnek a nemét, a korát, a hovatartozását, a családi állapotát, testtömegindexét, stb. Nem ezektől függ egy betegségnek a lefolyása, hanem attól függ, hogy feloldjuk vagy nem oldjuk fel az érzelmi megrázkódtatásainkat, ebből mennyi van, melyik van konfliktus aktív és melyik van megoldási szakaszban. Ugyanakkor az sem már tudnunk, hogy a konfliktusok halmozódása meghatározza a személyiségünket, hiszen az úgynevezett konstellált állapotok viselkedésváltozással járnak, de a hangulati változásainkra is itt fogunk választ kapni. A fel nem oldott konfliktusok azok, amelyeknek a feltárásával és a megoldásával valójában az okokat oldjuk meg, és így valódi gyógyulást is ad a beteg számára. Nagyon lényeges, hogy a germán gyógytudomány reprodukálható, tehát egyetlen példát mondjak, akárki emberi lény megéli a halál félelmi konfliktusát, akkor mindig a tüdeje lesz érintve. Ha megéli az éhenhalás konfliktusát, akkor viszont a mája lesz érintve, és nem fordítva. Tehát egy nagyon komoly felismerésről van szó, amit Harmer doktor tudományos táblázatba foglal. Itt nincs szükség statisztikára és állatkísérletre. Mindenki önmaga számára 100%. Nincs olyan, hogy a betegek 20%-ánál így jelentkezik, 80%-ánál meg amúgy jelentkezik adott korkép. Az eddigi előadásokból is kiderült, hogy számtalan olyan elnevezés, betegség elnevezés van, amelybe beletartozik egy csomó biológiai program, csak éppenséggel kapott egy nevet, mondjuk szisztémás lupus eritematodes, de ott mindhárom csiralemezből találunk programokat, és azért olyan változatos ennek a klinikai képe, mert, mint mondtam, az egyetlen valóság az én megélésem, és ez fogja változtatni, hogy miről szól maga a kórkép. Egyszerű, logikus, mindenki által megérthető, megtanulható az öt biológiai természet törvény, és ha megoldjuk érzelmileg a
konfliktust, akkor megoldottuk teljesen, eltűnnek a sinek. Ha nem oldjuk meg, akkor kerülgethetjük a sineket egy életen át, mint ahogy azt csinálják a vadállatok a vadonban. Az emberi lény nem vadállat, többre képes azért, mint egy vadállat, aki ahol megütötte egyszer a bokáját, azt a területet széles évben kikerüli. Az emberi lény képes tudatosítani a történteket, képes megjelenni a pillanatban, és adott esetben megbocsátani, lezárni érzelmileg egy ügyet. Ugye azt már többször elmondtam, megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. A máj szerkezetéről néhány dolgot és feladatáról el szeretnék mondani, hogy egyáltalán tudjuk, hogy mi az, hogy máj. A máj az anyagcsere folyamatokban nagyon fontos szerepet játszik, hát ez egy bevezető általános kijelentés. Mindenki tudja, hogy a méregtelenítés laboratóriumát úgy hívjuk, hogy máj. Bizonyos vegyületek termelődnek, itt tárolódnak, és azzal, hogy epét is termel a máj, a zsírok felszívódásában is részt vesz, ezt a bevezető gondolatokban Réka is elmondta. A májsejtek lemezekbe, lebenykékbe rendeződnek, ezt láthatjuk ezen a képen. Ezek azok a lemezek, amelyekről beszélek, és aztán a lebenykék nyilván nagyobb lebenyekbe, és itt ezen a képen láthatjuk a májnak a lebenyeit, nem lényeges tudnunk mindezt ahhoz, hogy meggyógyuljunk. Épp úgy, mint a bélrendszerben, itt is vannak szekréciós és reszorpciós sejtek, tehát olyan sejtek, amelyek termelnek valamit, és olyanok, amelyek felszívnak, feldolgoznak valamit. És ugyanakkor a máj vázrendszerének a rácshálózata az valójában az ér és a májsejt közti térben van, ezt ugye Dizze-féle térnek nevezi a medicina. A májnak tehát van egy parenkimája, tehát egy máj szövete, és láthattuk, hogy termeli az epét. Nyilvánvaló, hogy a két funkció, illetve a több funkció, amiről szó volt, ezek összefüggnek egymással, és a májnak a szövete, májparenkima mindig akkor lesz érintett, azaz a bizonyos DHS, azaz érzelmi megrázkódtatás, arról szól, hogy megéltem egy éhenhalással kapcsolatos konfliktust. Na de mi az, hogy éhenhalással kapcsolatos konfliktus? Mindig azt hinnénk, hogy a szegény emberek élik meg ezt a konfliktust, és kiderül, hogy a konfliktust nem a szegény emberek élik meg, hanem tipikusan a gazdag embereknek a programja ez. Ugye az agyunk nem tesz különbséget valóságállom és illúzió közt, és akinek sok vannya volt, és elveszett, akkor esetleg izgulhat azért, hogy éhen hal. Hát az éhenhalás azért egy kicsit komplexebb dolog, mint azon aggódni, hogy kinek milyen betevő falatja van, hiszen bármennyire is szeretnénk ezt mi emberek, azért azt el kell mondanunk, hogy a májunk nem ismeri a spiritualitást, és nem ismeri a filozófiai éheztetést. Értem ezeket az előbb elhangzottakat, arra azokra az esetekre, amikor valamilyen spirituális megfontoltságból kiéheztetjük magunkat. Kedves hölgyeim és uraim, nem a bőjt vagy a tisztítókúra ellen szólok, hanem az értelmetlen és túlzásba vitt, hosszú ideig fennálló ételmegvonásról beszélek. A biológiánk nem tudja azt, hogy mi, vagyis a májunk, nem tudja azt, hogy mi holnaptól fényevésre térünk át egyik percről a másikra, nem ismeri azokat a diétákat, amelyben egyoldalúan táplálkozunk, hiszen ebben is megvannak azok az éhehalok effektusok, amikor nem kap meg a biológiánk mindenféle tápanyagot, amire szüksége van. Gondolok én most egy olyan diétára, hogy holnaptól csak szódabikarbonás vizet iszok 3 hónapon keresztül. És azt is csak 3 kortyonként.
Igen. De mondjuk, ha csak cukros vizet iszok is, de ez még nem fedi le az összes tápanyag igényemet, amire szüksége van, hiszen a szervezetemnek szénhidrátra, zsírra és fehérjére van szüksége, és ugye a zsír az nem a kókuszzsír. Hát nem. Alapjában mivel nem ezek az alapvető élelmiszereink. Most ebben, hogy mi az egészséges táplálkozás és mi nem szeretnék belemenni, szeretném a mértékletességet kihangsúlyozni, hogy lehet fogyókúrázni úgy is, hogy nem koplanok és éhezem. A Sőt. fogyókúra első számú típje az, hogy többet mozgok, mint amennyi kalóriát beviszek a szervezetembe, de ez nem azt jelenti, hogy Hogy az éhezek. éhen-halási koplalok. Igen. Ez egy nagyon fontos momentum, még így az év elején bőven belefér az újévi fogadalmak lerakásakor. A lefogyók történet az mindig nagyon hangsúlyos, és általában január-februárban döbbenünk rá arra, hogy hamarosan itt a tavasz, és gyorsan-gyorsan le kell fogyni. De jön a 40 Ilyenkor napos bőgy. jön, hát a 40 napos bőgyben még azért eszünk valamit. Én nem erre gondoltam, Karesz, hanem arra az esetre, hogy ugye egész eddig nassoltunk, rágcsáltunk, nem figyeltünk oda, és most gyorsan akarunk eredményt, és hát nem megyünk a fokozatos mennyiség csökkentésre, hanem a hirtelen éheztetésre. Ez ránk hölgyekre nagyon jellemző, hogy 2 hét múlva bele kell férnem abba a szoknyába, és akkor most kész, nem eszek. De felhívnám a figyelmet azokra a túlzott diétákra is, amelyek ugyanebben a kategóriában vannak. Én végeztem olyan diétát, ami a betegségem gyógyítását célozta meg. Annyira emlékszem, hogy semmiféle pozitív hatást nem láttam a diéta megtartása után sem, és egyre frusztráltabb, idegesebb és éhesebb voltam. Rájöttem, hogy az a maradék erőm, ami még a diéta elkezdése előtt volt, az is elillant a nagy éhségben, és hát ennek is megvannak a maga igényei és következményei. Különbséget kell tenni aközött, hogy a saját éhenhalásomról van szó, vagy valaki másnak az éhenhalásáról van szó. Nagyon érdekes, ugyanúgy, mint hogy a tüdőráknál is, ha a saját halálom miatt félek, akkor mindkét tüdőben aprósejtes sejtszaporulat lesz, ha pedig valakinek a halála miatt félek, akkor egy gócc lesz az egyik tüdőben. A májban is ugyanez a helyzet, hogyha valaki másnak az éhenhalása miatt félek, akkor egy góc vagy két góc lesz a májamba, ugye attól függ, hogy hány személyről van szó, illetve hányszor indítottam és állítottam le ezt a programot, mint hogy ez a mai konzultáción is tökéletesen kiderült. Ha egy anyuka azért aggódik, mert a gyermeke nem eszik rendesen, Igen. ugye? És mert hát egy mondjam így kákabélű gyerek, és nem akar enni, akkor egy anyukának természetesen a fő programja az lesz, hogy a gyereket etesse, és intenzívebben figyel oda arra, hogy a gyerek evett, nem evett, mi van vele. Tehát amíg félek attól, hogy a gyerekem éhen hal, addig az anyuka magában fog a májában egy szép, gyönyörű gócot felépíteni. Na de hogyha a saját programjáról van szó, akkor viszont több apró gócot fog felépíteni a konfliktus aktív szakaszban, és természetesen, hogy a megoldási fázisban jön a lebontás. Ugye a lebontás csak annyit jelent, hogy minden addig felépített sejtet természetes, hogy le fogunk bontani, mert, mint mondtam, egy sejtet se tartunk meg feleslegesen. És itt a lebontásban mik lesznek? Gyulladásos tünetek. Na, akkor már is itt vagyunk a májgyulladásnál. Ugye senki se gondolja, hogy a májsejtek egyenként begyulladnak, és érintetlenül marad a máj többi szerkezete, mondjuk az epeki vezető csatorna. Ez is érintve lesz. Sőt, ahogy arra Hammer doktor rámutat, a máj programmal párhuzamosan hasnyálmirigy program is szokott ugyanakkor futni, mert a falat feldolgozásában nem csak a máj, hanem a hasnyálmirigy is részt vesz, ugye?
a hasnyálmirigy enzimei fogják kiteljesíteni magát az emésztést. Tehát nem lehet teljesen szétszedni, és pont azért tárgyalom egyszerre a máj és a hasnyálmirigy programját, hogy lássuk az összefüggéseket. Milyen érdekes, hogy Hamann doktor azt írja, hogy itt az elveszett májparenkima helyett a máj új szövetet képes létrehozni. Ez nagyon igen, az egyik legjobban regenerálódó szervünk az épp a máj. Ne feledjük, hogy két magú sejtek a máj sejtek, és ha jól emlékszem, 60 nap alatt képesek vagyunk regenerálni a máj szövetünket, ha abba hagyjuk azt a programot, ami elindítja a májsejteknek a pusztulását. Idáig lelki dolgokról beszéltünk, tehát hogy éhenhalási konfliktus, konfliktus aktív szakaszban szaporítunk, megoldásban lebontunk, gyulladással. Nagyon tetszik a Hamer doktor filozófiához, illetve mitológiához való vonzódása, hiszen a germán gyógytudomány sem a germán nemzetségnek, vagy a német nemzethez való identitását és ragaszkodását jelzi, hanem azt, hogy a germán nemzetek azok szabad népek voltak, és itt a májnál is egy ilyen mitikus elemet idéz, méghozzá Prométheus, ez egy Prométheus jelenségnek van leírva Hamann doktor könyvében, ugyanis Prométheus a tűz felfedezőjét, aki a táplálékot megfőzte, és hát igen, ugye, ha nincs főtétel, akkor azért mi is éhen halunk, ezért lássuk be, hogy micsoda humora és fantasztikus karizmája lehetett Hamer doktornak, hogyha egy májsejtszaporulat programnál is Prométheus jut eszébe, hiszen a Prométheuszt a hegytetőn és a hegyre kikötötték, és a sas naponta marcangolta a Prométheus máját, ami másnapra visszanőtt. Igen. Tehát már a mitológiában is ott van az, hogy a májsejtek hamar regenerálódnak. Természetesen. Ha ez már Prométheus óta így működik, akkor merjünk bízni abban, hogy 2018-ban is a biológiánk ugyanezen elveken alapulva működik. Igen, azért germán gyógytudomány a germán gyógytudomány, mert ez a gyógyítás szabadságát akarja tulajdonképpen sugallni mindenki számára. Igen. De mint szóltam, ugye májgyulladást nem csak az éhenhalási konfliktus okoz, hanem itt vannak a fertőző ételek. Hát természetes, hát a fertőző ételt fogunk fogyasztani, kedves élelmiszer. Jaj! Jaj! Jaj, ez volt a nagy félelmed, nem? Igen. Hogy nehogy fertőzött élelmiszer kerüljön a pultra, mert akkor megmérgezzük a félvárost. Igen. Na most, hogyha valaki nem tiszta kézzel ül le enni, hanem előtte a WC-n volt, és hát kakis maradt az ujja, természetesen, hogy lehet neki hepatitis A-nak nevezett folyamata. Milyen érdekes, hogy a hepatitis A-ban jelzett májgyulladás nem megy át krónikus formába. Vajon miért? Mert nincs belőle, ez nem egy biológia, tehát ez egy mérgezés. Ez egy mérgezés, és nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe a mérgezés, a hiánybetegség, meg hát a baleset, hogy csak néhányat említsünk, sugárzás és egyebek. Igen. Ez egy mérgezéses eset, de mi a helyzet a többi fajtákkal? Hát van még itten sok minden, ami szintén ugye máj programot indít. Az előbb említettem ugye az alkohol. Milyen érdekes, hogy azok az alkohol függők, akik közben esznek rendesen, azoknak a májukkal nem lesz baj. Igen. Viszont a bosszankodó feleségnek lesz májcirózisa, és ilyenről szerintem minden házi orvosnak van már tudomása, hogy olyanoknál vett észre emelt májenzimeket és krónikus májgyulladást, esetleg hepatobiliáris cirrózist, akik soha nem ittak alkoholt, akkor hogy van ez? Na hát erre is ki fogunk térni a következőkben. Azt se felejtsük el, hogyha valakit megműtöttek, és hát a bélrendszerből egy jókora részt kivettek, akkor a mája megint csak azt fogja érzékelni, hogy nem érkezik elegendő táplálék a szervezetbe, és fel fogja szaporítani a megfelelő helyen a szöveteit, és ez máj daganatnak fog kinézni, illetve hogyha krónikus mérgezés nem az alkohol okozza, hanem sejtpusztító gyógyszerek,
akkor erre is májam föl fog szaporodni, és természetes, ezt már akkor áttétnek fogják nevezni. Tehát ne keverjük össze a dolgokat, és próbáljuk meg mindig a megfelelő okot megtalálni. Ugye a heveny májgyulladást okozza az, ha az éhenhalási programot egyszer lefutattam, megoldottam, kész. Ezzel így nincsen semmi probléma. De ha én függő gyógyulásba kapcsolok, akkor természetesen, hogy cirrózis, azaz máj zsugor lép fel, mert ugye mindig építek és bontok, és bontok, és bontok, mert ha elakadt a gyógyulási szakasz, és több lesz a lebontás, mint az építés, nagyon jó a magyar kifejezés, máj zsugor. Eltűnik, össze, esik a májnak a szerkezete. Természetesen, hogy a máj zsugorból bármikor tudok egy befejezett éhenhalási konfliktussal egy máj daganatot kialakítani. Tehát ha ismerem, hogy hogyan folynak ezek a programok, akkor értem azt, hogy miért lehet májzsugorból májdaganat. Ugyanakkor a policiklikus lefolyás, amit az előbb már mutattam, idült májgyulladást fog fenntartani, és ennek lesznek heveny fellángolásai. Hadd fűzzek ide még pár gondolatot, ami igazából nem germán gyógytudomány, de mégis a májat érintő betegségek, vagy máj károsodáshoz vezethet, az, ami a mérgezés kategóriáját még kimeríti. Igen. Gondolok itt a különböző addiktív szerekre, kábítószerekre, különböző folyadékokra, gyorsítószerekre, mindenféle parti drogra. Gondolok itt a legális és nem legális piacon beszerezhető összes tudatmódosító szerre. Igen. Gondolok továbbá azokra a be nem vizsgált, fekete piacon beszerzett táplálékkiegészítőkre, potenciál növelőszerekre, különböző kísérleti fázisban lévő gyógyszerekre, amelyeket akár a feketén vagy interneten olcsón be lehet vásárolni. Ezeknek nagyon sokszor ilyen jellegű hatása van, és muszáj megjegyeznem azt, hogy azok sincsenek a májkárosodás alól felmentve, akik valamilyen testtömegnövelőszert, vagy testtömegcsökkentőszert szednek, teljesen mindegy, hogy ez egy izomerősítő programnak, vagy egy folyamatosan fenntartott fogyókúrának a kisegítő szerei, hiszen rengeteg ilyen izomnövelő szert, port lehet kapni. Teljesen megszédültem az interneten ennek a színes skáláját, ajánlják amerikai terméktől, kínai terméktől, orosz termékig, mindent találtam, akár 1-2000 forinttól 120 000 forintos kiszerelésig is, ami engem teljesen elképesztett, hogy ez milyen hatóanyagokat tartalmaz. Egyik másikat megismertem a Codex Alimentariusból, különböző módon tiltott és engedélyezett formában vannak jelen ezekben a készítményekben, és ugyanez vonatkozik a fogyókúrás termékekre is, hiszen pontosan a felszívódásunkat próbálják ezek a szerek befolyásolni, és nagyon sok nincs is bevizsgálva, és érdemes ezen a téren is megnézni, hogy egyáltalán használunk-e ilyet, és még a sportolók sincsenek ez alól felmentve, hiszen rengeteg dopingszer halmozódik fel a sportolók szervezetében, ami szintén májkárosodáshoz vezethet. Igen. Tudom, hogy ezek mérgezések, és nem konkrét konfliktus hátterű témák, de meg kell említenünk hát itt, igen, mindenképpen, most akkor... akármennyire is furcsának tűnik egyeseknek, sajnos ezekkel a kockázatokkal, és ezekkel az esetekkel is számolnunk kell. Pontosan azért kell tisztázzuk ezeket, nagyon jól mondod, Réka, hogy ne keverjük össze az értelmes biológiai programokat a mérgezésekkel, illetve a hiánybetegségekkel. Ugye a máj a nagy laboratórium, ő lesz a legérzékenyebb rá. Na de a máj nem csak májszövetből áll, hanem epe kivezető csatornákból, és az epe kivezető csatorna, ahogy látjuk itt ezen a képen is, ugye piros színnel jelölve,
ektodermális eredetű, vagyis ektodermális nyálkahártya béleli, ami annyit jelent, őrszárny nyálkahártya sémának megfelelően működik, hogy egészen pontosak legyünk, de ez annyit jelent, hogy konfliktus aktív szakaszban, sorvadás, megoldásban, visszaépítés gyulladással. De mi is az a konfliktus? Hát itt jön be az, hogy mi milyen, hányféleképpen tudunk bosszankodni. Ajajajajaj. Elég hosszú lesz a ma este, vagy próbáljuk meg. Már volt erről szó, ugye a gyomornál is rágódok valamin, és akkor én csak, hogy mondjam, meg tudok hajolni a teremtő intelligenciája előtt, hogy a biológián kianalizálja azt, hogy amin éppen bosszankodok, ahhoz milyen emésztő enzimre volna szükség. És ez fogja eldönteni, hogy gyomorsav túltengésem lesz, és hozzá kisgörbületi fekély a gyomron, hogy a máj epe kivezető rendszerének a tágításával még több epét juttatok az emésztő csatornába, mert mondjuk az anyósom megjegyzését egy nagyon nehezen emészthető zsíros falatnak érzékeli a biológián, teszem azt. És akkor természetesen, hogy dől az epe, mert tágulnak az epe kivezető csatornák itt a konfliktus aktív szakaszban. De természetes, hogy bármilyen más olyan történet, ami ezt a reakciót indítja el a biológiámból, az epe utak és epe hólyag falának a vékonyítását fogja elindítani. Ma olvastam egy leletet, ahol leírják, hogy vékony epe hólyag fal. És rögtön rá is világítottam, hogy te még mindig bosszankodsz. És talált süllyed. Ennyire konkrét dologról van szó. No de, amikor megoldjuk ezt a konfliktust, a megoldási szakaszban, mivel ektodermáról van szó, mik a segítő mikrobáink? Hát a hepatitis vírusok, aztán nyilván... Ugye mondod, hogy segítők? Igen, ők azért vannak, hogy segítsenek visszaépíteni azt, amit úgymond mi már lebontottunk konfliktus aktív fázisban. És aztán, hogy a B, a C, a D, az E vagy a G az, ami ide bejön nekünk segítségül, ez már bízzuk a laboratóriumra, hogy felfedezze. Itt mindenképpen arról van szó, hogy megoldási szakaszba jutott egy bosszankodásunk, és a tökéletes az lenne, ha le is tudnánk zárni ezt a folyamatot. Mert ha nem zárjuk le, hát akkor mi lesz belőle? Krónikus folyamat. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy krónikus hepatitis fog fellépni, és ennek különböző lefolyása lesz. Ugye, hogyha csak néhány epe csatorna záródik el a megoldási szakaszban, akkor sárgaság nélküli májgyulladás, anikteruszos hepatitis lesz a következmény. Akkor viszont, hogyha policiklikus a lefolyása, mint itt látjuk, ismét behoztam az ismert képet, akkor egy krónikus hepatitis lesz akut fellángolásokkal. Ha viszont a függő gyógyulásba megy át a folyamat, akkor egy krónikus aktív hepatitis lesz, tehát itt mindig ki fogjuk tudni mutatni a hepatitis vírust, és az epe csatornák elzáródása miatt föllép a sárgaság. Az előzőnél még azért hozzáteszem, hogy amikor a policiklikus a lefolyás, akkor vannak olyan szakaszok, amikor nem mutatható ki a hepatitis vírus. Ezt az akadémikus orvoslás leírja, csak éppen a magyarázatot nem találja. Na de miért sárgul be a szemünk? Egész egyszer a történet azt jelenti, hogy nagyon sok epeút elzáródott, és az, ami ugye az epe be kéne ömöljön a bélrendszerbe, hogy segítse a zsírok felszívódását, no ugye ez akkor nem történik meg. És mi történik az epileptoid krízisben? Hát ez az, ami a legveszélyesebb számunkra, és ezt az epileptoid krízisnek a közelettét jelzi az addig emelkedett májenzimeknek a csökkenése. A gamma GT, alkalikus foszfatás, bilirubin szint elkezd csökkenni. Aztán jön az úgynevezett májkóma,
Ugye labhám nyálkahártyáról van szó, tehát az epileptoid krízis abszanszal jár, eszmélet vesztéssel, emlékezet kieséssel jár. Na ez a májkómának a magyarázata, és ehhez még hozzájárul az, hogy zuhan a vércukorszint, mert a hasnyálmirigy alfa sejtjeinek a szigetei károsodnak. Ezért írja Hammer doktor, hogy a legfontosabb a gyomorszonda és a glukóz oldatnak a folyamatos biztosítása a beteg számára, mert ez lesz az, ami biztosítja, hogy legyen vércukorszint, és a másik az a kómából pedig az abszansz után a beteg magától visszatér. Na de, hogy megértsük a sárgasság kialakulásának a mechanizmusát, itt most bemutatom a bilirubinnak a körforgását. Azt tudjuk, hogy a vörösvértestek 110-120 napig élnek, és azokban a hemoglobin az, ami szállítja az oxigént és a széndioxidot. A lebontott vörösvérsejtek, ugye a lépben történik, mondjam úgy, ott van az autóbontó műhely, tehát ott szedik szét a lép az, ami szétszedi a vörösvértesteket, ebből a hemoglobin bekerül a májba. És ez a hemoglobinnak a hem része először biliverdinné alakul, majd abból lesz a bidiglukuronid, ami egy vízoldékony része, és abból az pedig lesz az, ami bekerül végül is a bélrendszerbe. Nyilvánvaló, hogy átmenetileg minden az epehólyagban tárolódik, és amikor zsíros ételt eszek, ez összehúzódik, és bekerül a patkóbélbe az epe. Az idejutott epe egy része, ugye segíti, a nagy része segíti a táplálékból a zsíroknak a felszívódását vissza a vérbe, és ezáltal visszajut majd a májba. Ugyanakkor a bélbe jutott epefesték megfesti a székletet, ez lesz a sztercobilin, ettől lesz barna a székletünk, és a vizeletben levő epefesték megfesti a vizeletet, ez lesz az urobilinogén. Tehát, amikor elzáródik az epének a kifolyása, akkor ez azt jelenti, hogy a vízoldékony B-diglukuronid, ez bent marad a vérben, és megfesti gyakorlatilag a keringővért, ezért lesz sötétebb a vizelet, ezért marad agyagszínű a széklet, mert ugye nincs benne epefesték, és ezért sárgul be először a szemünknek a fehérje, ugye a szkléra, és utána pedig az egész bőr, természetesen ezzel viszketést okozva. A hasnyálmirigyre szeretnék áttérni, mégpedig a külső elválasztású részére, ugye a belső elválasztású részét a Langerhans szigetek adják, és itt az alfa és béta sejtek, amelyek termelik a cukorháztartásban szükséges hormonokat. Maradjunk most az emésztéshez adott enzimek tisztázásával. Nyilván a lipáz azt jelenti, hogy a zsíroknak a bontója, az amiláz a keményítőnek, vagyis a cukroknak, a több molekulájú cukroknak a bontója lesz, a tripszin, kimotripszin a fehérjéket bontja tovább, és látjuk itten, hogy van 1%-ban úgynevezett PP-sejt, ami egy gátló hormon, pankreász polipeptid lesz a termelése ezeknek a PP-sejteknek, mert azért a hasnyálmirigy sem termelhet, csak ugye a saját észjárása szerint annyi emésztő enzimet, amennyit akar. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a hasnyálmirigy adja azt a lúgos váladékot, ami az odaérkező gyomorsavtól átitatott savas váladékot egészen lúgossá fogja átalakítani. Tehát ez egy igencsak erős lúgos váladék kell legyen, ha a savból lúgot képes csinálni, ugye először semlegesítés, aztán lúgos lesz a vegy hatása, és ehhez bizony bikarbonátra rendesen szükség is van.
Ezt az anatómiai viszonyokat ábrázoló képet pont azért hoztam, hogy mindenki számára érthető legyen, hogy az epe kifolyó csöve és a hasnyálmirigy központi csöve, amint látjuk, egyetlen közös nyíláson fog beérkezni a patkóbélbe. Tehát az epe befolyása és a hasnyálmirigy váladékának a befolyása egyetlen nyíláson történik meg, és ezt egy záróizom, az Oddi-féle záróizom szabályozza. És innentől érthető, hogy a két szervnek, a májnak és a hasnyálmirigynek mondjam úgy, hogy szimultán futó programjai vannak. Tehát mind a kettő mivel foglalkozik? A falattal és a bosszankodással. A falat és amikor egy megemészthetetlen bosszúságom van, nyilvánvaló, hogy akkor szaporítanom kell a sejteket még több váladék előállításához, ez lesz az endodermális program, és tágítanom kell konfliktus aktív szakaszban a kivezető csöveket, a szövetek, a sejtek, a nyálkártya sejtek sorvasztásával, hogy a megtermelt váladék az könnyen kijusson a patkóbélbe. De hát itt is a konfliktus tartalom, a DHS, még mindig a birtok bosszankodás. Hát, ami már ugye a patkóbelünkbe jutott, arról már azt hinné a biológiánk, hogy az a miénk, nem? Tehát itt csak olyan birtokról lehet szó, ami föl sem merül bennünk, hogy az nem a miénk, aztán kiderül, hogy mégis a másé lesz. Közából nem is értem, ha már lenyertem, átment a gyomromon, már a patkóbelemen van, azt miért kéne visszaadnom? Hát ez az, amikor egy örökségről van szó, amiről én úgy tudom, hogy azt én örököltem, és kiderül, hogy mégsem. Vagy van egy olyan történet, hogy beígérték, hogy a nyugdíjazásra kapok egy X összeget, és mégsem. De én azzal úgy számoltam, hogy az már megvan. Vagy éppenséggel van a bankban, letétben bizonyos összegem, és úgy... És hát az az én pénzem, de nem tudok hozzájutni, mert a bank nem hajlandó ideadni. És számtalan ehhez hasonló történet van, vagy épp egy MLM rendszerbe összegyűjtöttem egy nagy adag pénzt, és az MLM rendszer nem fizeti ki. Tehát ezek azok a dolgok, amelyekről mi biztosan tudjuk, hogy a miénk, hisz megdolgoztunk érte, vagy örököltük, vagy mindegy, és mégse kapjuk meg. Na ez lesz az a történet, ami beindítja, nyilvánvaló, nem külön dolgoznak a csövek és külön a mirigyek, hanem teljesen logikus, hogy konfliktus aktív fázisban elindul a csöveknek a tágulása, és ugyanakkor elindul a mirigyállománynak is a szaporodása. És ez lesz az, amit látunk ezen a képen. Ez lesz az, amit ez az endodermális program mutat, tehát itt a szövetek szaporodásáról van szó, mert ugye a váladéktermelő sejtek azok endodermálisak, és a megoldásban ezeket le kell bontani. Na most nyilvánvaló, hogy a hasnyálmirigy gyulladásban megtörténik mind a felesleges számban levő sejteknek a lebontása, és megtörténik ugyanakkor a szűkülése is az addig kitágított csöveknek. Ez egy hatalmas gyulladásos folyamat, egy nagyon éles összerű fájdalommal, mindenféle emésztési zavarral, hidegrázással, lázzal, éjszakai izzadással. És hát a képalkotó vizsgálatok itt, ebben a helyzetben természetesen, hogy a lebontásban levő sejtszaporulatot, tumorokat fogják kimutatni. És rögtön megkapjuk, hogy hasnyálmirigy rák, mi a túlélésem. Hát azt mondja az orvos, hogy 4 hónap vagy 5 hónap, és ha bevállalom a kemoterápiát, akkor 5 hónap vagy 6 hónap. De itt nem. Az a kérdés,
hogy most mérgekkel elpusztítom a saját sejtjeimet, hanem az lenne a megoldás, hogy biztosítom a biológiám számára a túléléshez való feltételeket. Ez persze kórházi körülményeket jelent, és hát egy jó ismerősünk pontosan így járt, hogy kórházba került, de a testvére szólt, hogy hasi fájdalmak miatt, és magbélgyulladásra gyanakodtak, de a testvére szólt, hogy hát a vizet nem szereti a testvérem, nos akkor megcsinálták a laborokat, és látták, hogy hasnyálmirigy gyulladás van, gyomorszondát kapott, kapta a glukózoldatot, és az illető egy az egybe meggyógyult. Iszonyú fájdalmai voltak egy héten keresztül, és meggyógyult. Gyógyulása után ismerte meg a germán gyógytudományt, és jött rá arra, hogy te jó Isten, én miből gyógyultam meg. Nem úgy, mint az a másik páciens, aki volt egy tanfolyamon, hallotta a hasnyálmirigy programról, de benne volt a félelem, hogy ez halálos, és természetesen teljesítette a prognózist. Hát még ezen is bosszankodhatunk, hogy ez, hogy ja Istenem, mennyire beteg vagyok, akinek ez az alapvető személyiségjegye, hogy mindenen képes bosszankodni, és egy olyan ember életét éli, aki állandóan bosszankodik, az a diagnózison is tudám bosszankodni, hát, hogy hány helyre küldték, milyen kálváriát járt meg, és hogy az orvos hogy nézett rá, és így tovább. Ez természetes. Mert a bosszankodás, mint olyan a bosszúság, az folyamatosan megvan, és a családtagokkal írja, főleg Hammer doktor, bosszúság, konfliktus, családtagokkal harc a falatért. Hát igen. Hát azért egy olyan ember, aki hajlamos mindenen bosszankodni, és neki nagyon fontos, hogy ő vigye haza a legnagyobb falat kenyeret, tehát ő legyen a családfenntartó, most mondjuk egy banális példát mondok, és aztán ebből a helyzetből kiesik, ezen is tud bosszankodni, és itt az örökség, az örökösödés, a pénzhez, valamilyen anyagi hozzájáruláshoz nem tud hozzájutni, vagy nem kapja meg, harcolnia kell azért a falatért, hogy mégiscsak az üvé lehessen az az áhított valami, akkor ez igazán komoly bosszúsággá alakul. Nagyon érdekes ezt a helyzetet látni, mert ki az, aki soha nem bosszankodott semmin? Remélem, vannak közöttünk minden olyanok, akik most jelentkeznek, hogy én. Minden. De hát kivel van a legtöbb bosszúságunk? Hát legfőképpen azokkal az emberekkel, akik közel állnak hozzánk, akik ismerik a gyenge pontjainkat, ha szabad így fogalmaznom. Azokkal, akikkel a legtöbbet vagyunk együtt, ezek a családtagjaink, azok az emberek, akik hozzánk közel állnak. Ilyenkor, amikor egy nagyobb tétű, nagyobb összegű lehetőség így elmegy előttünk, amit én úgy nevezek, hogy mézes madzag, akkor látszik meg igazán az, hogy ki szeretne ebből a madzagból, ebből a mézes madzagból többet bekebelezni. Én valahol eztnek a konfliktusnak a jelenlétét szeretném egy kicsit átértékelni. Valóban ennyire fontos ez az örökség például. Gyakorlatilag addig is voltunk, laktunk valahol, és volt mit ennünk, ameddig a gazdag amerikai nagybácsi például nem hagyott ránk valamit. Tehát nem biztos, hogy ez a zsíros fazék ez nekünk annyira szükséges. Jó lenne még ezt a helyzetet akkor átalakítani, amikor még csak úgy eszünkbe jut, hogyha ha a nagybácsi az ránk hagyná a házat, akkor abból mit vehetnénk. És tehát már ebben a gondolati fonálban megállítanánk a tovább lépést, mert igen, nagyon sok olyan, ez lenne talán a legjobb igen prevenció, hogy csak a saját magunk munkájának gyümölcsére számítunk. Itt lenne a legfontosabb dolog, hogy nem várnám azt, hogy akkor lesz nekem jó, ha valaki más meghal. Ez egy nagyon morbid, de azt hiszem ennél jobban lesarkítani nem tudom a helyzetet, hogy akkor lesz nekem palatom, sok pénzem, boldogságom, ha valaki meghal, és annak a vanyját megszerzem én.
De van ennél, hogy mondjam, még kézenfekvőbb dolog, amikor nem várom meg, hogy valaki meghalljon, hanem fölveszek egy hatalmas bankhitelt. Igen. És aztán kiderül, hogy nem tudom fizetni. És harcolok a falatért, harcolok azért, hogy maradjon valami nekem, hogy legyen, miből tényleg megvegyem a mindennapi kenyerem, illetve küzdök a bankokkal, mert olyan feltételeket diktáltak, és azt én nem vettem észre, és bosszankodok rajta, hogy nem vettem észre, miért nem olvastam el, és hadd ne mondjam, akinek volt már bankkal kapcsolatosan bosszantó élménye, az mostan, hát hogy is mondjam, rögtön tudja, miről szól a története, de kérdezem én, megéri-e akármilyen pénz, vagyon, ház, autó, pozíció, bármi, hogy tönkretegyük magunkat? Hiszen ha megőrizzük az egészségünket, akkor meg fogjuk tudni keresni azt a szükséges, mondjam úgy, hogy falatot, ami a mindennapunkhoz kell, hiszen az agyunk nem tesz különbséget valóság, álom és illúzió közt, és pontosan ez az, amit ki is tudunk használni a gyógyulás érdekében. Tehát ha megjelenek a pillanatban, és nem, előre félek attól, hogy ha nyugdíjba megyek, éhen halok vagy nem, ugye? Milyen befektetéseket kéne csináljak, hogy nyugdíjból is legyen, miből megéljek. Én nem azt mondtam, hogy ezek a gondolatok, vagy ezek a tervek, ezek feleslegesek. Én csak azt mondom, hogy érzelmileg a hozzá való kötődésünkön azért változtassunk. Ez egy ismert kép már, csak azért hoztam be, hogy Feltétlenül, Karesz, ezt szoktuk nézegetni otthon, hát a ez egy ismert diabétesznél, kép. hát a cukorbetegségnél Mit is látunk ezen behoztam. a képen? Hát itt Magyarázd el, hogy értsük, nem mindenki tudja azt, hogy mit lát ezen a rendben, polcon. ezek a mondjam így, hogy kokárdák, akkor most beszéljünk Jó. teljesen utcai nyelven, ezek a kis rózsaszín kokárdák, középen ott egy lyukkal, ábrázolnák azokat a sejteket, amelyek termelik az emésztő enzimeket. Természetesen ezek a lyukak összeadódnak, és aztán itt egy csatornán keresztül, ugye, bejut ez az emésztő enzim a szervezetünkbe, a patkóbélbe. Fölötte látjuk ugye a megfelelő sikerült mellékattintani, illetve visszahozom. Tehát fölötte látjuk, itt a tetején tudom mutatni, az epe kivezető csatornát, Az tehát a az egyik zöld. az a zöld, és akkor a zöld meg a sárga cső, látjuk, hogy egyetlen nyíláson ömlik a patkóbélbe. Na de itt vannak ezek a bizonyos szigetek, ezek a zöld színnel jelzett szigetek, természetesen, hogy ez a valóságban nem így néz ki. Tehát ezek a Langerhans szigetek, és itt vannak az alfa és béta sejtek, amelyek termelik a cukor anyagcserében résztvevő hormonokat, a glukagont és az inzulin, és ahogy azt ígértem, szép helyen lesz a turbótábor, mégpedig a Langerhans szigeten. Szóval, aki volt már táborban, az tudja, hogy mindig a Langerhans szigeten tartjuk a turbótanfolyamot. Na de ezt mondom csak azért hoztam, hogy felfedjem ismételten, hogy a hasnyálmirigy nem csak emésztő enzimeket termel, hanem cukorháztartásban résztvevő hormonokat is. Lásd a diabéteszről szóló, a cukorbetegségről szóló előadást. Ez a kép is többször szerepelt már előadásokban. Itt mutatnám meg a birtok zónán belül a birtok bosszankodás konfliktusának becsapódási helyét. Tehát ha valakinek akár a gyomor kis görbületén, akár a patkóbélnek a kidudorodó részén, bulbuszon, vagy epe csatorna programja, vagy hasnyálmirigy programja van, annak így fogjuk megtalálni a Hámeri gócát a koponya CT vizsgálattal. Ugye azt is tudjuk, hogy ha ez a birtok bosszankodáshoz hozzáadódik a rémület, félelem, az már egy autisztikus konstelláció.
Ha pedig az identitás konfliktus adódik hozzá, akkor ez lesz az agresszív konstelláció. Természetes akkor, amikor az identitás konfliktus kerül konfliktus aktív fázisba, sínre, és akkor lezár ez az oldal, megnyílik, tehát aktívá lesz a férfias birtokzóna, és innentől kezdve az illető tör, zúz, vág, egyszerűen egy agresszív vadállattá alakul a viselkedése az illetőnek. Én ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm mindenkinek a figyelmét. Hadd köszönjem meg én is neked, drága Kereszt, ezt a fantasztikus előadást. Én nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, de én itt ülök Kereszt mellett, látom, mennyit készül egy-egy webkonferenciára, és annak ellenére, hogy ezt közösen átnézzük ezeket a prezentációs fóliákat, minden a webkonferenciát külön élvezek. Remélem, önök is így vannak ezzel.